2009. 6.12. péntek. Bosnyák tér, zuglókocsi szín. Az UV villamos szerelvények már 2007. 8.-21. óta nem közlekednek Budapesten. Azonban ezen az estén egy fotós menet indult Zuglóból a Szabadsághídra. A vezetőnk. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök az UV külön villamosozáson. Nem is biztos, hogy elindulunk még ma, mert erik a fődiszpécsér úr, hogy nyilatkozik a főmérnök úr neki. És akkor útnak indulunk Budára. Pár szót az útról. A 3-28-as villamoson a Blaha-Lujza térén közlekedünk, onnan a körúton a Moszkva térig, fordulunk a János Kolbász úrokba, és akkor Krisztina körúton elérjük a Szent Gellért teret. Ó. Ó. Jönnek az ellenőrök is elérjük. Kik? Jönnek az ellenőrök is elérjük. Az útvonalról járművezetőnk Vepedi Tomi beszélt az imént. No de, miért is ment ez a fotós menet? A Szabadsághidat 2007-2008-ban újították föl, legalábbis legutoljára. A teljes felújítás azonban csak 2009 tavaszára lett kész, ekkora kapta meg a végleges dísz kivilágítását. Így a BKV-nak volt egy jó ötlete, nyáron a híd esti dísz kivilágítása mellett szerveztek egy fotós menetet, hogy milyen jól mutat a patinás villamos a patinás hidon. Tulajdonképpen megsüvegelendő gondolat volt. Természetesen a fotós menetre már csak üzemzárás után kerülhetett sor, amikor a 47-49-es villamosok forgalmát nem akadályoztuk. Mivel azonban az 1970-es években Budapest villamos törzshálózatának egy jelentős részét kiirtották a metróépítés kapcsán, ezért a Bosnyák tértől a Szabadsághídig akkora kerülővel vezet az út jelenleg is, hogy már ilyenkor elindultunk, hogy biztos, ami biztos, időben ott legyünk majd a fotózás helyszínén. Tulajdonképpen a videó nagy része nem is a fotós menetről szól, hanem az oda- és visszavezető kanyargásról a városon keresztül a 3-as UV-szerelvénnyel. Meg igaz, a korhű fehér kesztyűm. Igen, van alatt fotó, hogy így vezet. Még úvt. Úvt? Úvt. Ugyan akkor jöttöttem vele itt UV-val, amikor a 44-es urokból, emlékszel? Aha. Az is mekkora buli volt. Oda sem megyünk már ki. Ha csak nem akarjuk áttúrni a homokkupacot. Ne felejtsd el fölvenni! Egresi tér! Jó estét kívánok! Sziasztok! Hello! Filmes zenge! Megöljed volna? Fenyeges meg! Bár az Iker UV aktív tagja Nosztalgia flottának, sőt a fényvillamos Dili is tulajdonképpen Iker UV-val indult 2008-ban, hármas szerelvényben sajnos mostanában nem láthatjuk az utcán. Ennek több oka is lehet, de talán a legvalószínűbb az, hogy az UV pótkocsi fővizsgája lejárt.
a Terebesi utcai ívekben tekergünk. Hol van még a Gellért tér, pláne a Deák tér? Azért mai szemmel döbbenetes látvány, hogy este 4:10 körül mennyire nincs autó az éles sarok aluljáróba. Ma ezt a felvételt szerintem ilyen kevés autóval maximum hajnali 2-kor lehetne elkészíteni, de még az sem biztos. Mint láthatjátok, nem csak az éles sarok aluljáróban nincs autó. Tulajdonképpen egész Kőbánya üres. Pedig nyár van, és nincs olyan vészesen késő sem. Mi csinál ez? Valami szávai, mert elől is van neki sárga napvédője. Végig haladunk a Kőbányai úton, jobbra elfordulunk a Fiumei útra, majd balra a Népszínház utcába, és aztán a Blahlújza téren kihajtunk a Nagykörútra, ahonnan irány a Moszkva tér. Tudom, ma már Széll Kálmán tér, de 2009-et írunk, és Tarlós István előtt az bizony Moszkva tér volt.
estét! Estét túlórázik? Igen, túlórázok, kérem. Ideig minősítettek ma, tehát ma volt 5 darab tilos jelzés, 2 sebesség átlépés, és visszaraktak egy ilyen osztagja szarjas, és váltót állítottak. Tökéletes, mert otthon ülnék, néznék valami jó kis filmet, hogy jelenleg azokat készítenék, vagy nem tudom, vagy Betty tanítgattam, vagy valami. Tanítgattam? Úgy mondom, hogy itt készbe buktam. Azt a tanítgattam, ezt fejtsük ki. Azt a tanítgattam, ki meg utazott velem. Mert itt irányítanak a lánya. Köszönjük, Pécsi. Solymosi Dani barátomat hallottátok, aki természetesen szabad idejéből önszorgalomból csatlakozott hozzánk. Az UV pedig itt már a János Kórház hurokba fordul be. Köszi! No hát, ez sem mindennapi látvány, ahogy az éleple alatt egy 3-as UV-szerelvény oson be a János Kórház hurokba. Nos, akkor most a délinél fordulunk a Krisztina körútra. Innen már csak Gellért tér, visszafogunk és Deák tér. Több mint egy órája jövünk Zuglóból, és még mindig nem vagyunk a célnál. Sajnos, mint mondtam, a villamos hálózatunk meglehetősen hiányos. És végre valahára megérkeztünk a Deák Ferenc térre. Ez a filmen negyed óráig, a valóságban pedig több mint az ötszöröséig tartott. Itt már csak egyetlen egy dolgunk volt, félállni és kivárni az alkalmas időt, amikor a forgalmi kocsikat már nem zavarjuk, már nincs 47-es, 49-es villamos, és ott és annyi időre állunk meg, ahogy csak tetszik.
fotós menetek egyébként sohasem egy hálás téma. Sokan vagyunk, zavarjuk egymást, mindenki más szögből, más objektívvel fényképez, azaz tulajdonképpen ilyenkor lehet a legkevésbé normálisan alkotni. Személy szerint nem is szeretek ilyen alkalmakra eljárni. Mégis vannak olyan kivételes esetek, mikor egész egyszerűen elkerülhetetlen, hiszen köznapi körülmények között lehetetlen lenne az adott témát az adott helyen lefényképezni, levideózni. Az UV 2009-ben a Szabadsághídon már ilyen volt. Tamás megállt itt a híd közepén, és mindannyian csak arra vártunk, hogy tűnjenek el végre az autók, ne zavarjanak be, ne csillanjanak be, és a díszkivilágított hídon erről a patinás villamosról minél szebb képeket lehessen csinálni. Emlékszem, hogy ezen a kellemes nyári estén a hídon sétálgató turisták nagy többsége nem igazán értette, mi történik. Miért áll a villamos mozdulatlanul a híd kellős közepén? Meghibásodott? Nincs áram? Vagy miért? Aztán persze volt, aki elmagyarázta nekik, hogy itt tulajdonképpen egy fotós menet zajlik, és volt olyan külföldi, aki be is állt a fotósok csoportjába, és ő maga is készített jó pár felvételt. Tulajdonképpen egy zicser volt, nem lehetett kihagyni. Idők meg annyi volt, mint a tenger. Ráadásul akkoriban annyival jobbak is voltak ezek a fotós menetek, hogy a mobiltelefonok képalkotása még nem volt olyan szinten, hogy komolyan érdemes lett volna velük ilyen helyen, ilyenkor fényképezni. Azaz mindenki próbált tisztes távolságban, normális objektívvel fotózni, senki nem állt oda 2 méterre a villamos elé, hogy onnan telefonnal fotókat csináljon, ezáltal sokkal kevésbé zavartuk egymást mi fotósok, videósok, mint manapság, amikor rengetegen mobiltelefonnal fotóznak, amelynek az optikája egészen más, mint egy normális fényképezőgépé, és igazából azokkal csak közelről lehet normális képet csinálni, vagy különben távolinak tűnik a jármű. Ez azonban azokat a fotósokat borzasztóan zavarja, akik viszont rendes, nagy átfogású objektívvel dolgoznának. Ugyanis ezeket a fényképészeket nem lehet elhessegetni a villamos elől, gyakorlatilag alig van pár másodperc, mikor el lehet sütni egy normális képet. Na, ez az egyik ok, ami miatt én nem járok már manapság ilyen fotós menetekre. Itt viszont teljesen ideálisak voltak a körülmények. Éjfél már jóval elmúlt, villamos, autó egyre kevésbé zavart minket, járókelők se nagyon voltak, és nyár lévén igen kellemes, langyos éjszakánk volt. Itt pedig egyfajta záróakkordként egy kelenföldi műszakos kolléga helytelenben eljött az ipari csuklossal az UV mellett, hogy együtt lehessen videózni a két járművet, ahogy haladnak be a Szent Gellért térre. Szerintem megismételhetetlen pillanatok. Majd valaki tudja. A Szent Gellért téren ez amolyan mellettem az utódom feeling volt, hiszen a Bartók Béla úton az UV-kat ipari csuklósok váltották 2006-2007 folyamán. Bár maga a fotós program ezen a ponton tulajdonképpen véget ért, ránk még várt egy ugyanolyan hosszú, tekervényes visszaút zuglókocsi színbe, mint amilyenen idefelé jöttünk. Hiába no, a hálózat közben sem lett jobb. Érdemes megfigyelni, hogy a háttérben, a deszkapalánk mögött javában épül a 4-es metró Szent Gellért téri állomása.
De hol volt még az átadás, te Úristen? Visszafelé irányban annyival volt egyszerűbb dolgunk, hogy a Moszkva téren egyenesen át tudtunk jönni a Krisztina körút felől a Margit körútra, azaz a János kórházi hurkolást ki lehetett hagyni. Ezzel is nyertünk egy jó negyed óra 20 percet. Idefelé, úgy visszafelé is. Most bekanyarodunk a Népszínház utcába, végigmegyünk rajta, jobbra kikanyarodunk a Fiumei útra, balra a Kőbányai útra, és végigmegyünk a Liget térig. Onnan Kőrösi Csoma Sándor út, Éles Sarok aluljáró, Fehér út, Nagy Lajos Király útja, Bosnyák tér. Még végigmondani is borzasztó sok. Az északi járműjavító megállónál vagyunk. Egyébként az északi járműjavító pontosan ebben az évben zárt be, véglegesen. Az esti ősvezértere viszont kifejezetten hálás téma. Autók ilyenkor már nem nagyon mennek bele, viszont nagyon impozáns, klassz megvilágítása van az Árkádnak és környékének, így a villamos is remek fényekben tündököl. Forog. Forog. De most nem hallunk ám semmit. Hidd lesz, Dárok. Búcsú pillanataink. Mi vagy csak a pofán világít. Hát semmi nem tökéletes. Tamás most már én se látom. Az utolsó méterek 2 óra 30. Akkoriban valaki volt olyan elvetemült, mint mi, és hajnali 2 óra 40 körül villamosokat filmezett a Bosnyák téren, az egészen biztos hatalmas erőnyt jelentett, hogy semmiféle autó nem csillogott bele a videóba, vagy esetleg a fényképbe. Ma, 2024-ben ezt már nem lehetne megcsinálni.
és az utolsó méterek ebből a végeláthatatlan menetből beállunk zuglókocsi színbe, letámasztjuk az UV-t, és hajnali 3 körül már el is indulunk hazafelé. Ennek ellenére ez egy remek buli volt. Zuglókocsi szín pedig tel is tele célfilmes, zöldajtós, hannoveri villamosokkal. Hiába na, 2009 sem most volt már. Mehet.